Sziasztok! Ebben a videóban nem másról lesz szó, mint a Bosszúállók mindenki uralni akarja a világot című könyvről Dan Abnett-től. A címből már sejthető, hogy miről szól ez a könyv, de a kérdés, hogy mégis kik akarják uralni a világot, és miért? A történet szerint a Bosszúállók tagjai különböző helyszíneken látnak el feladatokat. Mindenkinek megvolt a saját küldetése, ám ebben az a legfurcsább, hogy az összes helyszínen egyszerre találkoztak össze nagyobb nevezéseikkel. Fontos szereplők, akikkel találkozni fognak, az Ultron, Evolúció Mestere, illetve Wolfgang von Strucker és Dormammu. Akik számotokra ismeretlen lehetnek, azok az Evolúció Mestere és Strucker. Az Evolúció Mesterét Herbert Edgar Münchennek hívják, akit érdekelte, hogy érhetik el az élőlények a tökéletes formájukat az evolúció során. Csúcs technológiával épített egy páncét magának, amivel magát és felfedezéseit védheti meg. Miles Warrennel, vagyis a sakállal megalkotja az új emberek humanoid csapatát, és rengeteg faj evolúcióját felgyorsította. Ezért is hívja magát az evolúció mesterének. Strucker egy náci arisztokrata volt a II. Világháború ideje alatt, akit Adolf Hitler választott ki személyesen Nick Fury és Rém Kommando elpusztítására. A náci arisztokrata alapította meg a Blitzkrieg osztagot, hogy esélye legyen a szövetségesek nemzetközi egysége ellen. Számos vereség után vörös koponyához menekül, később megpróbálta megölni Furyt, de a Hydra szigeten meghalt, végül a Hydra misztikusai feltámasztották. Véleményem szerint a könyv jól sikerült, annak tudom igazán ajánlani, aki oda van az akcióért, szereti a bosszúállókat, illetve a csapatközpontú izgalmas történeteket. Mivel elég könnyű olvasmánynak tartom, valószínűleg nem gyűlik meg vele a baja a fiatalabb korosztálynak, de a nagyobbaknak is tartogathat izgalmas dolgokat. Tetszett, hogy a sok karaktert mind a jó oldalról, mind a rosszról úgy vezette fel a könyv, hogy egy percig sem éreztem túl zsófoltnak a szereplő gárdát. Kevésbé érdekes karakterekre is ugyanannyi idő jutott, mint az izgalmasabbakra, így azt sem éreztem, hogy valaki kimaradt volna a történetből, csak mert mondjuk Amerika kapitány menőbb, mint ő. Egyedül egy karakternél éreztem ezt csupán, ez pedig Bruce Banner. Hulkén nem volt túl sok szerepe, pedig szívesen olvastam volna az óriási dühöngő zöld szörnyről, hogy ő hogyan veri laposra a gonoszokat, de sajnos csak nagyon kevésszer fordult ez elő. Többet olvashatunk Bruce Bannerről, akit egy fontos döntés elé állít a könyv, ami annyira befolyásoló lehet az ő történetével kapcsolatban, hogy már elkezdtem izgulni azon, hogy hová fog vezetni ez a szál. Az evolúció mestere felajánlja neki, hogy Bannert megszabadítja az óriás zöld szörnytől, cserébe egy igen kényes dolog miatt, amit nem szeretnék elspoilerezni, de igazán feszült pillanat volt ez a történetben, aminek köszönhetően egy percig sem volt unalmas a történet. A bosszúállók fontosabb tagja, akiket borítón is láthatunk, szerepeltek az első bosszúálló filmben is, szóval aki esetleg nosztalgiázni szeretne, annak biztosan tetszeni fog a könyv. Emellett szerepelnek még plusz kulcsfontosságú karakterek is, például Skarlátboszorkány és Vízió is benne van ebben a könyvben, szóval újat is tud mutatni mind a karakterek oldaláról, mint pedig a történet felől, aminek elég csavaros a vége, szóval egy nagyon érdekes könyvről beszélünk. Az egyik feltűnő probléma a könyvvel az volt, hogy a harci jelenetek borzasztóan részletesek, és ez nagyon unalmassá teszi a történetet egy idő után. Oldalakon keresztül képes leírni, hogy hogyan repkednek a fogak, párbeszédekre viszont alig hagy időt. Kicsit dobhatott volna a csapat dinamikán, ha kicsit jobban összeszoktatja a csapatot, és nem pedig elvárja az olvasótól, hogy előre ismerje őket. Persze tudjuk, hogy kik ők, de a rossz leírás el tudja rontani a róluk alkotott képünket. Még probléma lehet, hogy az író szereti gyakran váltani a helyszíneket, így fejezetenként mindig más karakterrel foglalkozik, és mire visszatérne egy korábbi történetszálhoz, addigra már el is felejti az olvasó, hogy merre is jártunk korábban, hiszen rengeteg történetre kell figyelnünk. Ha valaki belekezd, az figyeljen oda a részletekre, mert később belekavarodhat a cselekményszálba. Szerencsére a különböző helyszíneket különböző fejezetekben taglalja, mindegyik előtt ott van a helyszín és a dátum, szóval a könyv segít abban, hogy ne vesszünk el a történetben. Összességében elmondható, hogy a könyv minden hibájával együtt egy szerethető, izgalmas, érdekes történetet ad át az olvasónak, a részlegességnek köszönhetően könnyű elképzelni történéseket. Sokszor éreztem azt, mintha valamelyik bosszúállók rajzfilm sorozatot néztem volna. A történet nagyon érdekes, a koncepció ennél a könyvnél is eléggé egyedülálló, ugyanis képregényekben nagyon ritkán mernek olyan történeteket írni, ami sorsfordító lehet valamelyik karakter számára, vagy csak a Marvel univerzum számára, illetve maga az elképzelés, hogy az összes gonosz egy időben kezd bele a világ elfoglalásába, igencsak egyedülálló és könnyedén felkelti az átlagos képregény rajongó figyelmét.
Ha esetleg titeket is érdekel ez a könyv, látogassatok el a Szukics kiadó oldalára. A leírásban találtok egy linket, és ezen keresztül meg tudjátok találni. De ha esetleg nem feltétlen ez a könyv, hanem valamelyik más Marvel regény érdekel benneteket, vagy egy Star Wars regény, vagy képregény, vagy esetleg vaják képregényekre fáj a fogatok, akkor is mindenképpen nézzetek rá a felhozatalra, biztos nem fogjátok megbánni. Ha esetleg te is olvastad már ezt a regényt, akkor kommentben ne felejtsétek el megírni a véleményeteket. Nos, ez a videó ennyi lett volna, ha tetszett, ne felejtsétek el lájkolni, feliratkozni, illetve ne felejtsétek el megnyomni a csengőt is, hogy ne maradjatok le egyik videónkról se. Legközelebb találkozunk, sziasztok!